Körbogós tanácsadó rovatunk következik. Mit nézzünk meg 50 köbcentis robogó vásárlásakor? Ugye a papírokkal sok mindent nem kell foglalkoznunk. Igazából egy adásvételi szerződés van, amit ki kell töltenünk. Arra kell figyelnünk, hogy a motorszám a motoron lévővel egyezzen. Ezen kívül biztosítást kell kötnünk vásárlás után. Ennyi a papírmunka. Amikor elmegyünk megnézni a robogót, legelőször is kívülről szemrevételezéssel nézzük végig apróbb sérüléseket, meghúzásokat. Aztán nézzük meg, hogy mennyire áll egyenesen a robogó, nincs elgörbülve, nem volt a borulva. A nyereg milyen állapotban van, nem olcsó egy nyeregnek az újrabőrözése. A robogóval élő kilométer nem jelent semmit. Nagyon sok 9999-ig mér, tehát ki tudja hányszor fordult át, de ami 99000-ig mér, azt se lehet tudni, ide-oda pörgetik, főleg a behozott olasz robogóknál jellemző ez. Ezen kívülről szemrevételezéssel átnéztük a motort, utána indítsuk be. Először kézzel nyomjuk le a berugókart, ez nehezen megy. Ha túl könnyen megy, akkor valószínűleg a kompresszió már nem az igazi. Elsőre vagy másodiknál egy jó robogónak el kell indulnia. Nézzük végig, hogy a lámpák, index, működnek-e. Minden elektromos visszajelző lámpák, stb. Akkumulátor van benne, ugye akkor a fékkar behúzásával indulnia kell önindítóval is. Ne higgyünk olyanoknak. Legtöbbször azt mondják, hogy csak akkumulátor kell bele és önindító indít. De ez nem mindig igaz. Legtöbbször a nagyobb önindító hibát ezzel próbálják palástolni. A próbaút során, ha lehet, azért egy meredekebb, emelkedő szakaszt iktassunk be, és nézzük meg, hogy húzott a robogó. Ha megtorpanás nélkül húz, akkor rendben van. De ha van mondjuk kompresszió mérőnk, el tudjuk vinni, és azt, mert azzal meg tudjuk nézni a kompressziót, akkor az még jobb. Hát nagyjából ennyi, amennyi így hirtelen eszembe jut. Ezeket megnézzük, hogy vásárolni szándékozott robogón nagy csalódás már nem érhet bennünket.